Na sziasztok, itt vagyunk Vallabival Krisna völgyben, és most meg fogjuk nézni azt, hogy 300 hektáron hogyan lehet önellátást kivitelezni egyáltalán. Tartsatok velünk! Igen, most fog kezdődni a fejés. Ugye ide most a fejős tehenek vannak behozva. Ez a fejős kocsink, és ez egy ilyen régi technikával történik nálunk a fejés. Tehát nem ipari fejést csinálunk, hanem ugye kézzel fejük az állatokat. Kíméletesen barát ilyen szeretettel meg tudja fejni. Szerintem azt fontos elmondani, hogy van egy ilyen tévhit, hogy amit itt sokan felrúnak, mondjuk azok közül, akik nem fogyasztanak tejterméket, és egy erőszakos dolognak tartják, hogy ugye állandóan ellátni kell a tehenet ahhoz, hogy tehát mindig kell egy kis borja legyen ahhoz, hogy legyen tej. És hát ez igazából nem így van, és pont azért, mert kézzel fejünk, ezért igazából kialakul egy olyan érzelmi kapcsolat az ember és az állat között, hogy gyakorlatilag borjának elfogadja az embert, és ad tejet továbbra is. Tehát nem kell, hogy minden évben legyen borja, hanem folyamatosan adja a tejet. Sőt, még ennél tovább megyek, üszőfejés is létezik. Népi adatokból, feljegyzésekből tudjuk, hogy volt Magyarországon, és ilyen is konkrétan Krisnavölgyben kettő ilyen eset volt, hogy még egyáltalán nem volt borja, tehát üsző volt, nem tehén még az állat, és ahogy lassacskán elkezdték fejni, két hónap után elkezdett adni tejet. Nem olyan sokat, mint az, aki már borjadzott, de egy 8-10 litert adott, és fenn lehetett tartani ezt évekig. Itt meg tudjátok nézni, hogy áll neki mondjuk egy tehenész a fejésnek. Ez az első folyamat, hogy letisztítjuk a teheneket mindig a tehéntrágyától, az esetleges szalma, szénadarabokról, szennyeződésektől, hogy tiszták legyenek. Ugye ez azért is jó, mert ugye nekünk a Krisnának kedvenc állata a tehén, nekünk a szent állatunk a tehén, és ugye, hogy akkor így tiszteljük őket, szeretjük őket, hogy tisztán tartjuk őket, vigyázunk rájuk. A másik része pedig az, hogy ugye akkor a szennyeződés nem megy bele a teljes vödörbe vagy a tejbe. Uh-huh. Itt van a víz a tőgymosáshoz, egy ilyen kancsóval engedjük rá a vizet a tőgyére. Itt tárolunk papírt, ugye le is kell majd törölni a tőgyüket. Itt ilyen kis ülőalkalmatosságok vannak, ilyen például valaki szeret olyanon ücsörögni, de ez egy ilyen igazi tipikus vidéki fejőszék. Uh-huh. És ugye ide meg tesszük a teljes vödröket, ugye, mert kell, hogy védett helyen legyenek, mert ugye a madarok belekapjanak. Utána hát így látod, nem egy fejőgépet tesz fel, hanem odaül egy kis sámlin vödörrel a kezében, és akkor szépen kézzel megfeji belőle a tehenet. Próbál belőle minden tejet kifejni, de van egy határ, amikor már ugye nem jön természetesen, akkor nem erőlteti. Mert ha nem feji ki belőle mondjuk az összes tejet, akkor begyulladhat a tőgye. Itt említettetek valamilyen zenét, hogy be lesz kapcsolva, mert hogy eredetileg a tejnek azok szoktak hallgatni zenét. Igen. Itt nagyon sokszor megy a zene. Ezek bhajanok, lelki énekek, mahamantra, Hare Krishna mahamantra. Ezzel dobjuk fel a mindennapokat. Meg hát az ő életüket is, ugye ez a közös meditációnk, hogy Krisnára emlékezünk, hogy róla énekelünk, és akkor ugye ez nagyon sokat segít, hogyha halljuk kívülről zeneformájában. Be tudod nekünk kapcsolni? Igen, természetesen. Köszönjük. De egyébként erről volt egy Elixírben megjelent cikk is, hogy valahol valamilyen stáb így felmérte, hogy hol milyen minőségű a tej, nem tudom, valami vibráció szerint, hogy milyen a rezgése, és akkor itt volt a legmagasabb. És akkor mondták, hogy biztos azért is, mert hogy a tehenek érzik, hogy szeretik őket, védelemben vannak, kézzel fejik őket, és plusz hozzá tették ezt, és egész nap hallgatják a Krisnáról szóló dalokat. A zene az most megszólalt, és akkor ezt szokták a tehenek hallgatni. És említetted azt, hogy a tej az folyékony vallás. Igen, van egy ilyen kis mondás. Mert igazából a teheneknek, meg a tejnek és a lelki életnek nagyon szoros kapcsolata van több szempontból.
rengeteget említhetnék. Az egyik az az, hogy a tejből készül ugye a vaj, a vajból meg a ghee, és a szent áldozatokhoz mindig kellett ghee. Tehát hogy a tűzbe áldozták ezt a szent ghee-t, tehát hogy ez nagyon, nagyon fontos volt. És a másik pedig az, hogyha fogyasztasz tejet, akkor az agyszöveteknek egy olyan finom része fejlődik, ami segíti azt, hogy ezeket a nagyon finom dolgokat megértsd, ami a szentírásokban van, tehát az Istenről szóló, vagy a lélekről szóló tudás. Itt szoktátok etetni őket? Igen, ez az etető részük, ugye ide hordjuk be a most ilyen frissen levágott élelmiszertakarmányt a rétekről, vagy a mezőről, és akkor ezeken a kis ajtókon keresztül adjuk be minden egyes állatnak külön-külön a részét, a porcióját. Be is lehet kukkantani, hogy milyen aranyos egy állat, amikor éppen itt eszeget. Kukucs! Szia! Azt mondtad, Pada, hogy itt vannak az idős állatok, amit más helyeken, ahol tehenékkel foglalkoznak, lehet, hogy levágtak volna, de ti végül is egészen a halálukig kíséritek, ha jól tudom. Amikor megszületik itt egy állat, onnantól kezdve egész élet a végéig itt élhet, attól függetlenül, hogy ad tejet, vagy hogy egészséges, vagy az teljesen mindegy, mert mi gondoskodunk róla. Ő segített bennünket az életünk során, hogy ugye húzta a kocsit, meg szántotta a földet, hogy tudjunk gabonát termelni, akkor mi meg, mint ahogy a szüleinkről is, hogyha ugye idősek a szüleink, és már mondjuk nem tud elmosogatni, vagy felmosni, vagy összevágni a fát, akkor nem az, hogy jó, akkor már többé nem hasznosak, nem szeretjük őket, akkor nyugodtan meghalhatnak, hanem ugye gondoskodunk róluk, ameddig csak élnek, mert hogy szeretjük őket. Ezek a minták, ezek miből készültek? Tehéntrágyából. Aha. És hát maga a forma is egy ilyen nagyon áldásos dolog, maga a tehén, mint szimbólum, meg a tehéntrágya is. És képzeld el, tudományos kutatások igazolják, hogy a tehéntrágya nagyon sok jó tulajdonsága mellett például kiszűri a radioaktív sugarakat. Igen, minden állat közül a tehén a legfontosabb, mert őtől kapjuk a legtöbb dolgot. És így nem is lehetne felsorolni. Már csak az, hogy kapja, tehát már az önmagában érték, de ugye tejet is ad. Ez itt a Karma című szobor, általában nem kell hozzá túl sok magyarázatot fűzni, mindenki, aki ide betér, az megérti, hogy ennek mi a jelentése, mert hogy aki tehenetől, az ugye vissza is kapja. Aha, ja, tényleg már most nézem, hogy... Tejcsere, igen. Tejcserés támadás. Igen, egy emberfejű tehén és egy tehénfejű ember a képen. Ezek az ábrák itt a járgányház, ahogy ti mondtátok, ezek mit ábrázolnak? Gondolom valami szintén a hitet. Krisnához kapcsolódik, mert ugye az Úr Krisna, ő alászállt ide a földre már sokszor, de 5000 évvel ezelőtt legutóbb, és akkor bemutatta a legfontosabb ketteléseit, amelyek között ugye nagyon komoly szerepet játszottak ezek a tehenekkel kapcsolatos történetek. Itt például az a jelenet van, ott, ahogy éppen a teheneket terelgeti. Ez egy másik jelenet, amikor Vrindávanból a szülőhelyéről. Hát egy hosszú történet, de el kellett mennie, hogy bizonyos démonokkal leszámoljon egy másik helyen, és démonölő sztori. Gyerekeknek szokott a kedvenc lenni. Voltak ilyen különböző démonok, akik mindenféle ilyen állatformákat vettek föl, és akkor amikor emlékezünk ezekre a történetekre, vagy elolvassuk, akkor a szívünkben levő démon elpusztul. Mert ezek igazából rossz tulajdonságok. Mindegyik démon jelképez egy rossz tulajdonságot, ami többnyire mindannyiunkban ott van. Krisna és az ő testvére Balarám láthatók a képen, és Balarám ő szintén ugyanúgy Krisna tulajdonképpen, tehát ő is Istennek egy formája, és ő gyakorlatilag a mezőgazdaságnak, mint olyannak az istensége, és mindig úgy szokták ábrázolni, hogy a vállán hordja az ekét. Csak most itt éppen fuvoláznak, mert a teheneket ők úgy szokták terelgetni, hogy közben fuvoláznak, és a fuvola hangra mennek utánuk a tehenek. Ez itt a járgányháznak a bejárata, és én nekem képzavarom volt, mit jelent pontosan az, hogy járgányház egyáltalán. A járgányház az azt jelenti, hogy egy olyan szerkezet van ebben az épületben, amit ökrök hajtanak meg az ő erejükkel, és az az erő át van alakítva egy gépezetbe, ami meg tud hajtani más gépeket, tehát hogy lehet darálni, fűrészelni, áramot termelni, egyéb gépeket mozgatni. Nézzük meg! Gyertek be! Krisna hívő mérnök tervezte az egészet. Tényleg? Azt hiszem, hogy Angliában él. És ő is pár évvel lépett velünk kapcsolatba, és akkor valaki megkérdezte, mert hogy már leleve gépészmérnök,
hogy akkor meg tudná ezt tervezni, és Angliából ő megtervezte, így szeretetből megcsinálta nekünk, és itt a környékbeliek közül találtunk olyanokat, akik meg le is tudták gyártani. Tehát a gépek tök régiek, tehát ezek meg szabályosan egy ilyen múzeális gyűjtemény, amiket Franciaországból, Angliából, Hollandiából, mit tudom én honnan szedtek össze rengeteg ilyen gépet, amit már máshol csak úgy mutogatnak, de itt meg ténylegesen használjuk is őket. Ha jól látom, akkor ide szoktátok az ökröket akkor elé fogni. Én 5-öt számoltam meg, de... 4. 4 van. Uh-huh. Ugye 4 ilyen hely, ahova be lehet őket fogni. És egy helyre maximum 2 lehet, de ugye mi nem akarunk 8 állattal egyszerre dolgozni, de maximum annyit lehet. És akkor ők mennek itt körbe-körbe? Igen, így erre borítják a szerkezetet, és akkor itt a föld alatt át van hozva egy tengellyel ez a meghajtás, és ez a gépház fogadja ugye ezt a meghajtást, és alakítja át ezt az energiát, amit az állatok leadnak. Itt jön ki a meghajtott, átalakított energia, amihez viszont a kardán tengelyen keresztül lehet fűrészgépet csatlakoztatni, gabonatisztítót, malmot, majd lehet talán áramot csinálni vele, és akkor igazából így minden természetes úton tudunk fenntartani és mozgatni. Szamádinak nevezzük őket. És mivel Krishna völgy, ez Krishna eredeti lakhelyének Vrindávannak a mintájára készült el, ezért különböző szent helyeket jelenítenek meg, vagy szimbolizálnak, és ez például egy szent személynek, Prabodhananda Sarasvatinak a síremléke lehetett eredetileg ott Indiában, és akkor annak elvét emléke. De nem feltétlenül síremlékek egyébként, tehát van olyan szent, akinek a mondjuk ott volt a háza eredetileg, ahova esik ez a dolog, és akkor vagy az úgynevezett Bhajan Kutirja, tehát ő az imádatot végezte Krishnának. Ami lehetett, az is például, hogy könyveket írt, mondjuk azon a helyen. Mert a tényleges szamádi az amúgy tényleges síremléket jelent. De valahol nem egy személy van ott, hanem egy templom. Mondjuk például ott odébb van a Rádaraman templomnak egy ilyen emlékhelye. És ez azért jó, mert mi mindig úgy gondolunk a saját lakhelyünkre, hogy igazából mi is ott vendégek vagyunk. Tehát, hogy ez egy szent hely, és mi csak fenntartjuk azt a helyet. Itt van egy úgynevezett mantra ösvény, amit igazából a búcsúra találtunk ki annak idején, és régen csak akkor tettük ki ezeket a kis lépős ösvényeket, vagy ilyen kis lépő fákat, amikor ugye a búcsú volt. De írt nekünk valaki, hogy ez életének annyira meghatározó emléke volt, hogy vissza akar térni évközben is, és hogy akkor ez mindig legyen itt. Szóval a nagy sikerre való tekintettel most már írtuk egy táblára is, hogy akkor itt mit lehet csinálni, és a vendégek így teljesen maguktól így végig szoktak menni rajta. Csinálsz egy teljes japakört, hogyha ezen végigmész. És akkor 108 lépéssel közelebb kerültél Krishnához. Elvileg itt lesz majd az új méhészetünk, mert most egy eldugott területen van, de kiépítjük majd úgy, hogy az is ilyen vendégbarát legyen, ilyen szép látványos legyen. Van egy méhészünk, és a felesége meg orvos, úgyhogy egy csomó ilyen közös gyógytermékük is van. A mézeket itt árulják, amikor sok vendég van. Itt látható az iskolánk. Ide járnak az alsósaink, felsőseink, és még részben a gimnazisták is, mert most már akkreditáltan óvoda, általános iskola és gimnázium lettünk. És megnézzük, mert itt rengeteg érdekes, mert hogy maga a házban nincsen egyetlen egy konnektor, egy teljesen árammentes, és amit nem is vettem észre annak dacára, hogy itt töltöttem már akkor nagyjából negyed órát, hogy itt fönt sincsen semmilyen lámpa, mert hogy hát nincs áram, és gyertyákkal világítottatok annó, vagy hogy volt ez? Hát 10 évig csak gyertyával, és nagyon szerettük. Szóval hát este, mondjuk télen, amikor 4 órakor már sötét van, nyilván egy kicsit úgy túl sötét volt, de valahogy mindig jól eltöltöttük az időt. Tehát úgy kell beosztani, hogy amíg van fény, addig olvasol, meg azért volt már akkor is egy ilyen IKEA-s lámpánk egyébként. Aha, itt a csítetek. De ez volt az egyetlen, és valahogy már nem működik a napelem része. Szóval az elemet, ha elviszed valóban feltölteni, akkor működik. Szóval ez volt az esti olvasólámpa, és ennyi. Volt egy darab nyomógombos telefonunk kettőnknek közösen a férjemmel, amit mindig el kellett vinnünk valahova tölteni, meg volt egy darab powerbankünk, amit akkor néha, ha eszünkbe jutott, akkor feltöltöttük a Krishna völgy irodában, ahol ugye van napelemrendszer.
És akkor és innen azt mondtad, hogy a gyertyáknak volt egy olyan hátránya, hogy kormoltak így a lakásban. Hát igazából egyébként a méhviasz gyertya például nem kormol annyira, de amikor az olajmécsessel próbálkoztam, az viszont írdatlanul kormolt. Uh-huh. Úgyhogy az nem jött be. És most mivel világítottok nagy részt? Hát az egészségre való tekintettel váltottam igazából ezekre. Mert hogy az a gond, hogy az olcsó háztartási gyertya, az parafinból van, és ez se nem környezetbarát, se nem tüdőbarát. Úgyhogy ez ilyen magában álló napelemes dolog. Tehát, már amúgy nekem ingyen is lehetett volna napelemes rendszerem, úgyhogy nem is a százezreken múlik, mert már hozták volna ajándékba is, csak valahogy már annyira megszerettem ennek, van egy ilyen szentsége, hogy nem tört így be annyira teljesen technológia hozzánk, kivéve a kommunikációs eszközöket, mert most ugye én meg pont emiatt jelen vagyok a médiában, mondt, hogy ezt bemutassam. Mert ugye TikTokon ott követnek legalább 90 ezeren. Igen. Meg már előtte a Facebookon is elég sokan, meg azért van egy-két YouTube videó is, remélem még lesz is több. Azért hívják így, hogy spárhelyt, mert akkor télen igazából spórolsz azzal, hogy ezen főzöm, mert közben be is fűtesz. Aha. Nyáron ennek kevésbé örül az ember, de most csináltam egy kinti tűzhelyet is. Igen, majd azt megnézzük, mert elég érdekes kis téglákból van összepakolva, és éppen valami krumpli féleséget sütsz. Igen. Krumpli, zöldbe, paradicsom. Aminek oda kell égnie? És egy nagyon picit oda kell, hogy kapjon. Na. És a krumpli is helyi, a paradicsom is helyi, a zöldbab is, és a bazsalikom. Wow. A négyből van. Egyedül az olívaolaj nem helyi, meg egy-két fűszer, de minden helyi. Na és akkor itt ez? Begyújt az ember, és akkor egyből megy a sütő is, ezt nem kell külön begyújtani, úgyhogy amíg az ember főz, addig nyugodtan és süteményt is megsüthet, vagy pár szem krumpit, vagy pogácsát begyújt, vagy bármit. De közben meg Hare Krishna nótát énekelget a gyermek. Igen. Ott a hamu. El szoktam szállítani, mert túl sok van belőle. Ugye valamennyi fel lehet használni a kertben, mert például egyik évben nekem az nagyon bejött, hogy a krumpli alá raktam, és akkor nem is lett krumpli bogaras. Úgyhogy ez úgy jó volt. Itt a sütő. Sütés, igen. Ez az egy díszítő, és a legalsó. És akkor ez csak egy tárolóhely, ahova az ember, hát általában sokan a papír galacsinokat teszik ide, és akkor az gyújtósnak. Ez nagyon csúnya, nagymamától származó edény tartalmazza méhész ismerőseimtől beszerzett ilyen kis koszos méhviaszt, ez nem a patika tisztaságú arcra való. De olyan is van nekem valahol egyébként, vagy volt régebben, hogy rendeltem sok ezer forintért ilyen kis granulátumot, amiből krémet is lehet készíteni, mert hát szoktam azt is, meg ilyen házidezodol, meg mindenfélékkel kísérletezek. Ez olyan, ami égetésre. Csak ez ugye nem az a minőség, de égetésre jó végül is. És akkor ez rendes, nem kutvisz, hanem sima. Igen. Volt egy szebb csap, meg majd lesz is, csak még nem szeretik, mert szép ilyen rész. Mindig szoktam arra figyelni, hogy minden szép legyen, meg szeretem a szépet, meg akkor az ember nem úgy éri meg ezt az egyszerűséget, hogy ez valami lemondás, és akkor nincsen igényünk szép dolgokra, vagy nem tudom, visszavonultunk pár évszázadot. Szóval nem, úgy van ez a kis mintás hangulat, mert én eleve ezt szeretem. Szép. És hát az a helyzet, hogy én 2 évig éltem úgy, a férjemmel, meg akkor 3 éves kisfiammal, hogy egy tetőtérben laktunk, és akkor elhatározta Krisnabal, hogy vezetőségi lakossága, hogy akkor próbálunk csak kútvizet használni, és tényleg 2 évig ez így ment, hogy úsztuk kútról a vizet. Egyébként a mi 3 tagú családunknak, illetve volt egyszer, hogy anyukám egy 1,5 évig nálunk volt, mert nagyon beteg volt, és ápoltam, tehát vele együtt 4. Ez azt jelentette, hogy a férjemnek minden 3. napon fel kellett húzni a 400 liter vizet, ami 40 percig tartott. Jézusom. De hogyha belegondolsz, hogy az emberek egész nap ezt csinálják, és aztán elmennek és pénzt fizetnek a nem tudom milyen sportklubban, hogy ott ezt csinálják, meg nem tudom milyen... Ahelyett, hogy a vizet felhúznak saját maguknak. Mégis ő ezt csinálta ingyen, és még ingyen volt a víz is. Igen. Nagyon híres poszt lett a Facebookon, meg egy újságcikkben is megjelent a kép, hogy úgy mosogattam, hogy vettem a jófogáson egy szamovárt, és akkor abba töltögettem bele mindig a meleg vizet, és akkor megnyitott, nagyon cuki volt, és akkor úgy volt folyóvíz. És akkor vettük ezt is, ez egyébként egy selejtes darab, mert ott a másik oldalán ebből kaptam vizet. Kirepett. Igen, és hát innen a saját webshopunkból vettem, mert ez egy ilyen indiai rész vízedény, mert nagyon jót tesz a víznek, a részben tárolják, mert
lecsapódnak, kicsapódnak a falára a méreganyagok. Egy kisebb csapja volt eredetileg, azt kicseréltem, és ez egy ilyen kézmosó edény volt. Tehát ugyanez a kézmosó volt. Ezt is én raktam így össze egyébként. Ezt így találtam egy raktárban, akkor még sárga színe volt ennek a kis komódnak. Jó fogásoltam rá ezt a márványt, egy ismerősen csiszolta meg, meg vágta ilyenre. Meg akkor átadtam ezeket, amiket látsz. És akkor még ugye nem volt ez a csap, hanem ennek a helyén volt egy 5 literes konzervdoboz bedekopázsolva szalvétával és lelakkozva, és szépen. És azon volt a rézedény, és akkor úgy mostunk kezet. Uh-huh. Most jelenleg itt ebben a házban folyóvíz van, ilyen helyi DRV-s víz. És akkor ez beérkezik, márhogy ilyen Somogy megyei víz, és akkor ez beérkezik ebbe a fatüzelésű bojlerbe. És ennek az előző házban a verziója az úgy volt, hogy így ki lett így forgatva, és itt, ahol itt bejön, na ide rá volt. Ja, látom, az ott. Rá volt rakva egyébként egy töltsér, és akkor így betöltögettük a vizet pödörrel, és hát a férjem csinálta. És akkor most meg ugye így bemegy automatikusan, és csak annyi a dolgom, hogy itt be kell gyújtanom, beteszek 3-4 kis fát, meg egy nagyot. Uh-huh. És akkor igazából megvan egész napra meleg. Szóval itt a mellékhelység, tehát azt mondtad, hogy ez... Igen, ez egy sima WC, tehát vízöblítéses, ami ugye nem annyira jó, mert szinte ivóvíz minőségű vizet használ. Azért mondom, hogy szinte, mert egyébként az, mit mi ivóvíznek nevezünk, nem annyira jó, és mi szűrt vizet szoktunk inni, meg főzéshez is azt használom, de azért mégis egy afrikai embernek ez már nagy ajándék lenne, ha ilyen minőségi víz lehetne, mi meg ugye a WC-be használjuk, tehát ez nagyon nem jó. Úgyhogy majd azt tervezem, hogy itt ki fogom furatni ezt, és akkor lesz már ide is készítettem. Nagymamámtól származó fém kölcsért, és akkor az úgynevezett szürke vizet szeretném használni. Ja, értem. Vízöblítés, ami ugye mondjuk a ruhamosásból származó ilyen nem túl koszos, ilyen öblítővíz mondjuk, és akkor azt majd lehet erre használni. Én még olyat láttam, hogy itt a tartályon van egy kézmosó, és a kézmosónak a vize az én meg. Is láttam olyat, mert Kínában már úgy csinálják, hogy a mosógépből a víz egyből oda megy, de itt ugye nincs mosógép. Itt majd lesz egy kézmosó, most ez még ilyen félkéz, de majd még a tél előtt elvileg megcsinálják, mert itt van a csap. Hát ilyen antik hangulatot szeretek, de is ilyen csapot vettem. Majd előbb-utóbb is így meg lesz. Egyébként itt ilyen karácsonyfa égőszerük is égősor van. Ja. Ez is csak egy kis ideje, amúgy egy hónapja vettem kb. Hát ide szoktam tenni a kis mécseseket. Aha. Hát általában, hogyha itt van egy kis fény, akkor itt az üvegen keresztül bemegy, hogy azért az ember el tud menni vécére. Meg még azt csináltam régebben, csak mostanában leszoktam róla, hogy voltak ilyen kis pici kerti napelemes lámpák, amit így fel lehetett akasztani, és akkor napközben kint feltöltött, éjszakára beraktam, és akkor annyi fényt ad, hogyha főleg ha vendégek vannak, akkor szoktam használni, hogyha éjszaka bárkinek ki kell botorkálni, akkor úgy kényelmesen tudja. A hátad mögött van egy mármint a mosó rész, igen, ezt mert hogy ez teljesen olyan, hogy... Tehát egy kézzel mosó. Nincs, az igen. Valószínű. Mi olyan majdnem, mint egy mosogató, csak igazából ez igazából ez egy mosogató, tehát én egy 2 nagy konyhás mosogatót vettem, ha jól emlékszem, 24.000 forint volt darabja, tehát ez egész így együtt talán annyiba kerül, mint majd mosógép, vagy picit talán még kevesebb is, viszont sose fog elromlani. És ez azért van itt, egy kicsit meg is feketedett, mert amikor kimosok valamit, akkor így ezen így át szoktam dobni, és így kifolyik belőle a víz. Aha. Tehát az a csöpögtető része, ez pedig itt a mosó része. Igen, hát ezt bármikor leveheted, és akkor éppen lehet az, hogy mit tudom én, ágynemű és függönymosást tartasz, és itt áztatgatod. Szóval és ez mennyi idő egyébként egy héten? Mennyi időt, hogy mondjuk... Nem érzem úgy, hogy sokkal több lenne, mintha mosógéppen mosnék, mert abból is ki kell venni, be kell rakni a... Szárítóba. Utána kiteregetem. Igen, tehát annyi, hogy ez egy plusz mozdulat, hogy akkor így lecsöpögjön, és utána még kiteregeted. Uh-huh. Mert ugye mosógéből csak kiveszed, és már teregeted. De például egy nagyon koszos zoknit szerintem az emberek amúgy is meg kell, hogy sikáljanak. Tehát ezt a mosógép sose fogja tisztára mosni, ezt meg kell szápolnoznak. Ez egy helyi gyártmányú krisnavölgyi mosószappan, amit egy barátnőm szokott készíteni. És képzeljétek el, hogy elhasználódott főző olajból, ami megmarad, abból csinál. Egy nagyon picit lehet is érezni rajta. Főzőolajban van, de ez zokni mosásra tökéletes. Ugye újra van hasznosítva az olaj, és nem lesz büdös az okni tőle egyáltalán, nehogy azt ígyétek, hogy olajszagú lesz. Isten mezején egyébként a jurtásoknál találkoztam ugyanígy olajjal, és az is meglepően
abszolút nem emlékeztetett a... Mondjuk ők is vegák. Tehát, hogy igen, ez a négy gyerekes család. Igen. Láttam azt is, ez nagyon aranyos. És itt van, hogy... Van egy közös ismerősünk amúgy. Tényleg? Ez Góvindának a kaca, hogy vitem játszik, de ja. Amúgy nem nagyon próbálom kiszorítani a műanyagot a háztartásból, de... Manapság gyerek mellett azért az ugye nem jó. Látom, hogy a cserépkáját azt úgy oldottátok meg, hogy átlóg a falon, és igen. Két oldalt lehet vele fűteni. Igen, ez egy nagyon jó megoldás, azt még azért elmondom így büszkeségünkként, uh-huh. hogy a cserépkárják is itt... Jó, hogy persze egy Krisna-völgyben készültek, nem hozták ide, de hogy egy Krisna-völgyi illető készítette, konkrétan a szomszédunk, tehát ez egy helyi dolog, tehát nem kellett külsős mesterembert hívni. Szoktunk amúgy, mert... Ő rakta. Igen, mert ő egyébként kertész, csak még 18 éves korában annak kezdhelyi srác volt. Elszegődött ilyen diák munkagyalánt egy kályhásmesterhez, és kitanulta a kályházást, úgyhogy ő is meg tudja csinálni, csak ő annyira lapos, hogy egy hónapig rakta, de olyan is, szóval ez nagyon jól meg lett csinálva. Van egy ilyen különleges fejlesztés benne, hogy alul az ajzatbetonba be van téve egy nagyon nagy cső, és akkor... Hol itt van egy, kívül van az ilyen szabályozó, hogy, tehát az anyag, hogy alul jön be levegő, tehát nem a lakásnak a levegőit használja, hanem akkor így kívülről a csövön keresztül jön be az oxigén, amit éget. Na, és akkor ugye ez nagyon jó, hogyha én ide fölteregetek, ezt így kitaláltuk, akkor ezek ugye nagyon gyorsan megszáradnak, meg ennek a falnak a másik oldalán van a sparhely, tehát ha ezt nem is gyújtom be, mert az elég ritka amúgy, tehát begyújtom, akkor is ez a fal ez általában meleg, és ezért itt ugye sehol nem látsz penészt. Abszolút nem penészedett be még soha ez a lakás. Meg egyébként ide raktam sót, úgyhogy amikor tényleg itt lecsapódik a víz, akkor is itt sokkal kevesebb víz csapódik le, mert ez a só ez ugye magába gyűjti a vizet. Látjátok, igazából ezek a páratlanító szerkezetek, amiket lehet kapni, azoknak is mindig az a lényeg, hogy van egy ilyen cserélhető só betét része. Onnan találtam ki, és akkor itt télen mindig áll rajta a víz, azt leöntöm. És ez milyen hangszer? És ez egy harmónium. Harmónium. Ami hát kézzel folytatható indiai hangszer. Bár eredetileg nem indiai, ugye a harmóniumot nem az indiaiak találták ki, de a hódítások során bekerült hozzájuk. Uh-huh. És most már előszeretettel használják, úgyhogy én is ezzel szoktam játszani. Hare Krishna, Hare Krishna, ez nagyon szép volt. Ez egy oltár? Igen, ma már ez talán ritka, hogy az embereknek van oltáruk, bár a nagymamámnak volt oltára, volt rajta Szűz Mária szobor, meg a dédapám hamvai, meg mindenféle érdekessége, karácsonykor Betlehem. Hát nálunk ugye Krisnáról készült képek vannak, kitéve leginkább. Lelki tanítómestereknek a képei, meg a férjemnek a rám maradt imalánca, meg egy szent helyről származó, szent növényről származó Indiából. Indiában talált levél, most ezek vannak. Az oltárnak egy olyan szerepe van, hogy nem csak imádkozunk előtte mondjuk, hanem itt ajánljuk fel az ételeinket, mert azt mindig először Krisnának ajánljuk. És hát tenni észre, hogy nincs sütőtök. Hát nincsen, télen van, mert vannak kint szekrények a teraszon, és akkor csak kiteszem, ugye, bezárom valahova a macskák elől. Illetve van egy vízóra akna, és az egyik rokonunk mondta, hogy oda tegyem le mondjuk a krumplit, mert az a baj, hogy amikor már túl hideg van, és megfagy a zöldség, az se jó. Igen. Tehát volt olyan ilyen fagyott krumpli, alig tudtam megfogni, tudod is. Igen. Az állaga se lesz jó, szóval azért ez egy komoly kis kérdés. Szóval nem volt véletlen, hogy perme volt régen, meg pincéje az őseinek. És ennek a háznak sajnos nincs pincéje, mert ilyen spórolós ház, de jó lett volna, ha van. Ezt is még akkor vettem, amikor a sparhelytet vettük, akkor rögtön vettem egy ilyen 5 literes termoszt, hogy ne kelljen minden egyes teához begyújtani. Ja. És akkor gondoltam, hogy mindig megtöltöm 5 liter forró vízzel, és az estére ugye elkopik, hogyha jön vendég. Mostán már nem nagyon töltöm meg, de hogyha mondjuk ilyen kerti programot rendezünk, mert ugye egyedül nem bírunk a kerttel, akkor néha így kihirdetem, hogy aki tud jöjjön segíteni, és akkor 2 óra alatt így rendbe vágjuk a kertet a barátokkal, és akkor mondjuk addig kiteszek 5 liter teát, akkor ez így elfogy. És igaz... Szóval ez itt a gyerekszoba.
Igen, a múltkori házlátogatós videóhoz képest már sokat változott. Kapott egy emeletes ágyat, amiért igen. Az én gyerekem is ugatna bizonyos dolgokat, igen. Igen, ezt azért csináltam, mert hogy Govindának nem lett kis tesója, de szerettem volna, hogy legyenek ilyen póttesók, tehát hogy itt tudjon aludni egy másik gyerek. Uh-huh. Ő most épp lennalszik, amikor kedve van, fönnalszik, néha lenni, és hogyha én festettem... Igen, akartam mondani, nem akarok tiszteltem, de Tini nincs a teknőt. Annak is lehet nézni igazából, ez Krisnának a emoji formája, ja. Úgymond, tehát Isten arca, és valaki mástér is hallottam ugyanezt, hogy ez nem az én találmány, hogy más is mondta ezt, hogy olyan, mintha egy ilyen emoji lenne, mert Krisna hangulatát fejezi ki, hogy amikor régóta nem látta azokat, akik őt szeretik, tehát a híveit, a barátait, és újra látja őket, akkor így nagyon így kibírul, és annak a pillanatnak a megnyilvánulása, és Jagannáth egyébként a tradicionális neve Krisnának ennek a formájának. Vannak rajta olyan részek, amiket így lekentem ilyen világító festékkel, ami éjszakai foszforeszkál. Annak a képnek az érdekessége, hogy TikTokon keresztül valaki ilyen ismerős küldte nekem ajándékba. Ő festette, meg ezt is én festettem, egy kis jelenet, van egy ilyen történet, amikor Krisna felemeli a Govardhan hegyet. És akkor azt még 3 éves születésnapjára készítettem, meg vannak játékok is, amiket én készítettem. Ezt a párnát meg most kaptam ajándékba a búcsún az egyik árustól, aki kifejezetten készülni szokott ilyen krisnás cuccokkal, és ezeket szokt árulni, és tök minőségi, nagyon szép. Igen? Igen, éhes? Nézzem meg oda, igen? Ezt úgy hívják, hogy sarcseri. És egy kicsit oda kell, hogy kapjon, és nem tudom, hogy ez most kicsit vagy túl. Ez most pont jó, csak így kell hagyni. És akkor így a saját párájától visszapuhul. De és akkor átkevered, talán. Igen, és nagyon jó lesz. Hú, de jó. Amúgy csak majd szólni kell a szomszédoknak, mert ők is velünk esznek, mert egyik nap én főzök rájuk, másik nap ők rá. Úgy szoktuk, mert ezzel így egy csomó energiát, meg időt spórolunk, meg legalább együtt teszünk. És rizst krumplival? Ja, hát ez nem csak krumpli, ebben van zöldbab, bazsalikom, meg paradicsom. És igazából még joghurtot akartam venni, csak még most pont nem volt. Téglarakást, ami igazándiból tűzhelyként funkcionál, ezt te csináltad? Hát ezt én tavaly, amikor már annyira meleg volt benn, mert a nézők is kérdezték, mikor valamit főztem, hogy nem gyulladok-e ott benn meg, és írtam nekik, hogy hát igazatok van, amúgy tényleg meggyulladok. És igazából szeretnék egy nyári konyhát majd oda csinálni valahova a terasz környékére, de hát ez egy kicsit a nagyobb hangvételű, lélegzetvételű dolog, úgyhogy... És azt mondtad, hogy most föl kell ajánlani az ételt? Igen, igen. Mindig kell vizet is ajánlani Krisnának. Ez ennek a személyes kapcsolat a lényege, tehát, hogy ha szeretsz valakit, és ő egy személy, akkor személyként kell hozzá viszonyulni, és hogy az egyik legnagyobb betegsége az embernek a személytelenség. Hogy ezek a kis apróságok, hogy mondjuk felajánlasz neki ételt, ez azt segíti elő, hogy úgy az életed része legyen, ugyanúgy, mint egy családtag. Szóval egy ilyen szimbolikus, meg egy ilyen szertartásos dolognak tűnik, de hogyha úgy szívvel csinálod, akkor Krisna is úgymond az ebédnél a családtagod lesz, aki egy ebédvendég vagy. Tehát hogy ugyanúgy, mint ahogy a gyerekedet megeteted. És hát nem is azért adunk neki enni, mert ő éhes, de éhes a szeretetünkre igazából. Meg igazából ezzel én nyerek. Hogy adok neki? Tudtam néha 4-5 féle dolgot is, de most így... És akkor ilyenkor mindegyikből kell... És akkor mindegyikből egy picit oda tesz az ember, és... Egyébként... Már nyújtsd meg a kamerát! Meg... mindjárt megmutatom. Érdekesen a keresztény kultúrkörben is találkoztam ilyennel. És igazából ez mindenhol ott van. Megszentelik az ételt. A nagymamám úgy tette be a kenyeret a sütőbe, hogy na, Jézus szent nevébe berúgjuk. Utána meg, ha kivette, akkor mindig mielőtt felvágta, egy keresztet rajzolta. Meg ugye édes Jézus, 4 vendégünk áll, meg azok a tánékünk. Ugyanaz, csak ugye nem úgy van az, hogy akármit föl lehet ajánlani, tehát mindenhol vannak kritériumok, hogy mi az, amit szívesen elfogad Isten, és mi az, amit nem lehet neki felajánlani, hogy most vásztanom kenyér, vagy épp mi a szűrő, ugye mi laktovegetáriánusok vagyunk, meg még van egy pár apróság, amit nem eszünk, de ezek már részletkérdések. És ilyenkor a csengővel hívjuk őt, ez is egyébként nagyon hasonló, hogy amikor az oltári szentséget felajánlják a templomban, akkor is ugye a minisztránsok megkondítják azt a bizonyos csengőt. És akkor mondok egy szanszkrit imát. Krishna Govinda Hari
hátad mögött, mindjárt rá is fókuszálok, itt látszódnak különböző fóliasátrak, itt mit termesztetek? Hát mikor mit? Gyakorlatilag mindent. Például répát és krumplit is szoktunk már korábban, mint ahogy a szabadföldön lehetne, mert ugye ezeket azért létesítettük egy pár évvel ezelőtt pályázati pénzösszegből, hogy hamarabb tudjuk kezdeni a termesztést, és minél tovább tudjunk zöldségeket termeszteni. És mostanában elég enyhék a telek, úgyhogy van olyan, hogy egész télen tudunk mondjuk levélzöldségeket, spenótot termeszteni, aztán a másik a retek, amit lehet ilyen hűvös időben. A virágkertészetünk is van, az is számunkra nagyon fontos, mert ugye helyi virágokkal díszítjük az oltárt. Palántázóját láttam egyébként a Istenmezei szintén, igen, hogy azért ástátok le. Igen, mert meleg kell nekik, és még van ott egyébként egy saját készítésű kályha is a végén. Aha. Hogy itt, hol is van? Ez egy, hát egy tolikapa, kicsit így fel van tuningolva egy szempontból, nem a klasszikus, hogy csak az utakat lehet vele gyomlálni, hanem sorművelésre használjuk. Aha. És akkor ez egy biodisk, amúgy tárcsa, csak ez volt egy a fantázia neve, hogy biodisk, és így a sűrűn vetett vagy ültetett zöldségek gyomlálására lehet használni. Látod, hogy egy ilyen sűrűn bevetett répánál is nagyon jól át lehet vele dolgozni a talajt, és sokkal gyorsabb, mint a kézi szerszámmal dolgozni. De ilyenkor a talaj, ami történik? Csak annyi, hogy átmozgatod, hogy annyi, ne legyen a talaj felszín egy kicsit megvan munkával, kultiváljuk úgymond a talajfelszín pár centét, és igazából ez a gyomlálásnak a lényege, hogy nem kell túl nagy erőfeszítést tenni, hanem mindig egy kicsit gyomlálni, hogy a talajfelszínen az éppen csirázó gyomok ugye meg halljanak, elpusztuljanak. Regeneratív gazdálkodáson, és hogy egy körforgásról beszéltél ezzel kapcsolatban, hogy arról tudnál pár szót? Hát igen, hogy amire jutottunk mi is így mondjuk 30 év alatt, vagy az én 17 évem alatt, hogy a kertészet vagy a mezőgazdaság az a talajra épül, és akkor ennek a megőrzése, építése, védelme a legfontosabb feladatunk. Mert a talajon múlik, hogy milyen zöldségeink lesznek. Legalább ez az egy olyan, amit nagyjából tudunk befolyásolni. És a talaj ugye etett minket, de hogyha mi a talajt nem tápláljuk, etetjük, akkor ez a körforgás, ez nem tudja magát megújítani, és ezért mondjuk itt most éppen intenzíven kiveszünk a talajból éppen répát, cukkini, padlizsán, zöldbab, stb. Uh-huh. És itt a hátunk mögött pedig akkor ott vannak a takarónövények, amikor pedig éppen kifogy valami, vagy nem tudunk mit hogy ültetni ősszel, vagy egy nyár végétől pedig folyamatosan takarónövényeket rakunk, amikkel úgymond zöldtrágyázzuk a talajt, védjük őket, és fotoszintézissel ugye a természetes ritmust fenntartjuk. És ennek van része az is, hogy pihentetitek? Mert itt a hátad mögött látok egy sávot, ahol nincs semmi, vagy azt már le arra? Az éppen most lesz vetve, igen. Aha. Tehát a technikánk alapvetően egy intenzív technika, tehát hogy mindig van vetve valami. Aha. Vagy éppen most kell, most bújt ki, most lesz vetve. Tehát nagyon rövid idő alatt, például most kijött a sárgarépa, holnap már vetjük be zöldekkel. Szóval igazából folyamatosan a talajt mindig zölden kell tartani, ez a regeneratív rendszernek is az egyik elve. Uh-huh. És hogyha nincsen haszonnövény, mert előfordul, hogy a vetésforgó vagy a tervezés nem úgy jön ki, akkor rakunk ezekből a takaró növényekből. Én gondolom azért, mert a nap az kiszívná és tönkre tenni a talajt. Hát ugye a természeti erők ugye úgy működnek, hogy vagy kiszárítják, nagyon elveri az esőt, elmosat, tehát az erózió, ilyen vagy olyan módon a túl sok szél, vagy az égés hatására igazából az a probléma, igen, hogy a természetben nincsen csupasz felület. Tehát ezt kell igazából megjegyeznünk, hogy mindig zöld. Kimész egy erdőbe, még télen is ott a zavar takarja a felszínt, elmész bárhova, mindig zöld. Ahol csupasz a földet, vagy ember dolgozott, vagy valami katasztrófa történt. És itt a hátsó üvegházakban, ott virágok, vagy? Van több minden, ugye van a kicsi üvegház, ami a földbe van ásva, az egy palántanevelő, ott van a kémény is, azt tudjuk fűteni, akkor a tavaszi palántanevelésre, illetve van az üvegház, de általában egész éves, négy évszakos termesztés zajlik, meg van egy virágos fóliánk ott mögöttem, illetve van még erre egy, kettő, három, tehát több mint 3000 négyzetméter fóliánk is van, úgyhogy. És itt az önellátás, vagy az önellátás, mondjuk 300 hektáron gondolom, bőven az önellátáson túl vagytok. Hát vagy nem is, azt sem tudom, hogy a 300 hektár egyáltalán, hogy áll össze, azt tudom, hogy van rajta erdészeti is. Igen, legelő, kaszálók, tehát annak a nagy része egyébként az erdőt és a tehenek táplálását tekintve
terület. Tehát, hogy gyakorlatilag a gabonatermesztés is elég kis felület ehhez képest, tehát az mondjuk 10-20-30 hektár, még a zöldségkert az 1 hektár most, és akkor valamennyit fejlesztünk rajta, de ezzel az intenzív és jó komposztálás technológiával igazából 1 hektár zöldséggel el tudnánk látni Krisna völgyet. Ezt lehet, hogy Padánál kellett volna megkérdeznem, de hogy itt a földművelés, az mekkora, tehát mennyi gépi erővel, vagy van ennek hányada, vagy inkább, ha tehetitek, akkor géppel csináljátok? Ez nagyon függ a szezontól, meg éppen az aktuális állapottól, hogy hirtelen mi a helyzet, mert voltak időszakok, amikor nagyon ökrös volt mondjuk a munka, szántóföldes nagy termesztés, és akkor van, amikor rájöttek, hogy ezért minél több az állat, azok is betegszenek, tehát az emberi és az állati erő is kiszámíthatatlanabb, mint mondjuk a gép. Igen. Persze egyszerűbb, természetesebb, olcsóbb, de nem mindig áll rendelkezésre. És akkor most ez ilyen, mondhatni, hogy most éppen tart, ahol tart. Most sokat használják a traktort is, mert egyszerűen egy nagy melegben az állatokkal se lehet például ugyanúgy dolgozni. De mi a kertet, azt embererőre terveztük, van kis traktorunk, ilyen sétálós, amivel elő tudunk készíteni, nagy munkát el tudunk végezni, komposztot, trágyát kiszórni, de alapvetően itt tolikapák, kézi szerszámok, ásóvilla és ennyi. Ez a 3000 négyzetméter, ez ellátja azt a 130 embert, vagy még pluszban, akik itt a faluban laknak, vagy ennek mi... Milyen célok vannak, hogy itt ez teljesüljön? Hát az önellátás az még egy ilyen tervezett célunk. Ugye a zöldségkert ezen nagyjából 60-70%-ot lát el. A gabonából mondjuk megvan a mennyiség, vagy mézből esetleg a fa is ugye lassan elér. De hogyha maradunk most a zöldségélelmiszernél, akkor úgy van, hogy van egy szezon, például most van a csúcs, tehát hogy július, augusztus, szeptember, október, ez 100%-os ellátás mondjuk, és akkor még ez bemehet, hogy december, januárig is akár, attól függ, milyen szezonunk volt, mennyit tudtunk eltárolni. De ebbe az időszakban a többlet is keletkezik, mert általában a kert az olyan, hogy vagy sokkal több van, vagy sokkal kevesebb. Valahogy, hogy pont annyi legyen, az úgy ritkán jön össze. Igen. És akkor ezért az általunk megtermelt zöldségeknek körülbelül a negyedét, de vagy a 20%-át, azt eladásra is tudjuk adni. Tehát mind a akár kisebb vendégcsoportoknak, az étterem is egy szempontból a vendégeknek szól, meg vannak ismerősök, akik szállítanak, vagy kosárközösségbe is viszünk Kaposvárra, de ez max 20%. Szóval nagyon vegyes a felhozatal, mondtad, hogy ez itt a takaró növényzet. Igen. Igen, tehát ugye ez egy nyári keverék, ebben 8 féle mag keveréke található. Ez a nagy, amit látunk, ez a silócirok, de van benne talajművelőretek, mustár, olajlen, facélia, tehát több apróság is, és akkor ez azért fontos, mert a biodiverzitás is az egyik alapelve ugye a kertészetnek, és minél változatosabb növénytakarót teszel, annál közelebb állsz a természetes rendszerhez, hogy nem monokultúra. És ezt mondtad, hogy nem elviszitek? Igen. Mondjuk, hogy másik ágyásra, nem ez itt marad, és... Igen, igen, ez gyakorlatilag itt le lesz csak vágva, van direkt egy ilyen speciális kis szárzúzónk, utána pedig sekén a talajfelszínbe beforgatjuk pár centi mélyen, gyökereket elvágjuk, helybe komposztáljuk gyakorlatilag, mint egy zöldtrágyát, és pár hét múlva vetjük bele a magokat. És itt a magokat, azokat te állítottad össze a keveréket itt? Nem, vagy ez van egy már ilyen? Beváltak. Ezek a takaró növények, akiket érdekel, így meg lehet őket találni interneten, takaró növények. Ez a komposzthoz elengedhetetlen gép, ha jól sejtem. Igen, igen, hát nem a házi komposzthoz, hanem inkább valami nagyobb üzemi felülethez. Nekünk egész Krisna-völgy, mondjuk úgy biomasszáját, komposztját ezzel állítjuk elő. A tehenészetből jövő trágyán át, a kerti hulladék, falpritték, falevél, direkt termesztünk zöld takaró növényeket, csak én zöld tömeg massza kedvéért, hogy tudjunk vegyes komposztokat készíteni, és akkor ezzel rámegyünk a halmokra, és akkor gyakorlatilag összekeverjük, homogenizáljuk, 2 hónap, 10 hét alatt kész van a nyersanyagból a komposzt. És a hátad mögött pedig a jó öreg komposzt. Hát igen, ez ma, ami készen van itt, ez még tisztán marhatrágya volt, amit összekevertünk be, hogy akkor ez is az, igen. Tehát most éppen ez van. Ez egy kicsit ugye erősebb anyag, vannak vegyes humuszkomposztok, amikbe lehet direkt vetni, vastagon szórni, komposztmulcsnak használni. A trágyakomposzttal inkább csak így megszórjuk, vagy támogatjuk a talajt egy kis szerves anyaggal, de ebbe direkt vastagon ültetni, vetni azért nem lehet, mert túl erős a növényeknek.
tartunk, ez itt a kis vegyes komposztunk, ez most körülbelül egy ilyen fél időben lévő komposzt, amiben, hogyha egy belenyúlok, még nagyon meleg, tehát ebben van egy olyan 50 fok, 40-50 fok, ez a termókomposzt, ami készül, és akkor ez mondjuk pont egy ilyen trágyás komposzt, ez gyakorlatilag csak szalmás trágya, és itt igen a belsejében elég meleg van, most nem gőzöl, mert kint is meleg van, de hogyha így az ember ezzel kerül kapcsolatba, hogy te is érzed ugye, hogy semmilyen szagok lennének, igen. Mert ez jelenti az aerób komposztálás. Hogyha ezt otthon mondjuk kicsiben meg akarja valaki csinálni, az azt jelenti, hogy hetente legalább egyszerre átforgatja, kicsit nervesíti, és így mindig elég levegő van benne, elég szellős, és így nem tud rohadni. Uh-huh. Mert igazából akkor jönnek a muslincák, a lótetük, a stb. Kártevők, amikor az ember csak úgy magára hagyja a nyersanyagot. De ha még így le is takarjuk, hogy ne száradjon ki, ne verje el nagyon az eső, akkor így ezt teszi a talaj. Tehát, hogyha ez van, akkor igazából mindenünk van. Csak ugye nagy felületen nehéz ennyit előállítani, ami kell, ezért a takarónövények és a komposzt együtt, az gyakorlatilag mindent megad a talajlakóknak, a talajéletnek, amire szükségük van. Egyébként minden komposzt szinte egyforma, ilyen barnás, 60-70%-os kakaótartalmú csokoládéra emlékeztet. De nincsen csak illata, és akkor ugye még lehet látni, hogy vannak benne szárak, maradványok, ugye falevelet használtunk sokat, akkor amíg ezek nem bomlanak le, addig nincsen kész a komposzt, illetve ez most már nem is olyan hideg, vagy bocsánat, nem olyan meleg, ezek jól hűlnek, a trágyakomposztok jobban melegszenek, ez most már kellemes kézmeleg, úgyhogy hamarosan kihűl, és véget ér, úgy nagyjából szeptember elejére kész is leszünk, úgyhogy még egy pár hét, és tudjuk vetni bele a magokat. Wow. Ezt egy Krisna hívő építész tervezte, ezt is tudni kell. Meg van egy szobor is az egyik tópartján, amit Krisna hívő szobrász készít egyszerűen. De ha jól sejtem... Nem itt lakik az illető, de... Van elektronikusára, nem sok, hát, nem sok, de van. Igen, aha. Nagyon jó répa illat van, és igen, itt van ingyen elvihető répa, úgyhogy ebből majd viszek. Erre nagyon mondta az a hölgyre, amikor... Itt sétáltunk. Igen, mert ezek gondolom, ami kicsit ilyen hibás, amit a nagy konyhára nem viszünk már be, hogy ebből főzzék az ebédet, mert túl macerás lenne meghámozni, mert hülye alakja van, de nem akarjuk kidobni. Egyébként el lehetne vinni a teheneknek is, tehát valószínűleg, amit nem viszel senki, az egész. Ezek milyen magok? Hát, amiket itt fogtunk, ez a kis büszkeségtáblán, hát ránézésre csak én is tippelni tudok, ezt karjállom a például. Milyen? Karella. Na, azt lehet, hogy nem láttad, pedig lehet, hogy valahol még van a fóliában szerintem. Az egy ilyen nagyon rücskös ilyen, majd fölmegyünk meg, megnézhetjük még, ha van idő. Az, aki nem... Nagyon keserű uborkaféle is. Májra jó, és cukorbetegség elő, leviszi a cukrot. És finom. Előételnek szokták elkészíteni, vagy chipsnek. Aki nézi most, lehet, hogy nem tudja, hogy mi az, hogy fogni, de hogy ez... Annyi, hogy ti termesztettétek ezeket a magokat. Igen, tehát hogy direkt hagyjuk a növények egy részét magba menni. Igen. És ugye nem esszük meg a borsónak egy részét, hanem eltesszük magnak. És akkor el tudjátok vetni. Igen, és itt látjuk, hogy van kukorica, babfélék, tökfélék, uborkamag. És ami még az érdekesség, hogy ezt az egészet, magát ezt a tartót is egy Krisna hívő fiú készítette, és ő faragta ki azt. Ott fölül, és ez egy Bhagavad Gita idézet, hogy aham bija pradapita, hogy én vagyok a magot adó atya, ezt Krisna mondja a Bhagavad Gitában. Mennél befőttekből még jön ki olyan gáz, amitől megromlana a zöldség, amit mellé teszünk, úgyhogy azért kell külön tárolni. És három darab ajtótok van, az egyik az ez itt a befőttes. Sok mindent már elraktunk. Aha. Én is nagyon sok mindent tavaly otthon befőztem, és még most is van paddizsánkrémem, és én is raktam el például zöldbagot is, és egész évben tudtam használni. És ezt közösen rakjátok el, vagy ez van egy befőző csapat? Van egy befőző üzemünk, igen. Ja, hogy van egy befőző üzem? Igen, és egy részét, van olyan, amit el is adunk, meg van, amit a közösségnek készítünk el. Várjál, ez itt a zöldségkamra. Igen, igen. Hát majd ugye a répa, ami majd télire lesz, mert ez most ugye friss felhasználásra van, de amit télire elrakunk, az értelemszerűen homokba kerül majd. Na hát ez volt már a Krisna völgy, próbáltuk egy kicsit feldolgozni, de hát nagyjából 1%-ot sikerült valamivel bejárnunk, úgyhogy ha többet szeretnétek látni, akkor... Gyertek el hozzánk, várunk titeket szeretettel!
Ez volt már a vlog. Csáosztok! The hollow shells in